Sziasztok! Na, egy LEGO különlegességet nézünk meg még hozzá 1994-ből. Egy LEGO System felügyeleti osztag, ez a neve. Hát sajnos csak ilyen nyomtatott összerakási füzetem van hozzá, úgyhogy, mert hát tényleg ez már igazi klasszikus darab a maga korából. De milyen jó, meg érdekes, csak így egy példaként, hogy ugye 94-es LEGO-ról beszélünk, és akkoriban ugye, ahogy raktad össze a készleteket, nem úgy volt, mint a mostani füzeteknél, hanem nem voltak minden egyes jelenetnél kijelölve, hogy mit hova kell rakni, hanem csak így láttad a képet, aztán utána azt láttad, mi van rajta, nem pedig az, hogy mit tudom én mind itt, hogy hogyan van. Tehát itt is, ahogy megnézegeted, tök más, mint a mostani. Úgyhogy megnézzük ezt a szuper 94-es LEGO System készletet. Kezdjük is, mondjuk mindjárt itt van egy... Hát ugye ekkoriban még fura figurák voltak, nem egy formájúak. Például ő. Na most ez ugye valami rendőr nyomozó akar lenni. De még csak lehet, hogy nem is nyomozó, mert ez a kamionnak a sofőrje. Tehát valamilyen, nem tudom milyen rendőr. Teherautósofőr rendőr, vagy nem tudom. De viszont milyen jó cucca van. Tehát a jelen generációs LEGO készletektől egészen eltérő. De ez a fekete-fehér ilyen nagyon jó összepasszol. Jöjjön mindjárt akkor, na itt a rendőr nyomozónk, ilyen öltönyös emberke, aki vezeti az akciót. Ugye itt még egy arc volt, meg ilyen sima ilyen, tehát nem is tudom, minek nevezzem, ilyen full, tehát ilyen a haja. Tehát, hogy máshogy néz ki a LEGO emberkének a haja, mint a mostaniak, hogy így látod rajta a kócokat, meg minden. Ugye ezeken nem ezek, még inkább ilyen öltönyös, nem tudom, ilyen rendőr nyomozó, vagy rendőrfőnök. Bár úgy néz ki, mint a Cole apja a Ninjago-ból, amelyik ott énekelgetett. De függetlenül nagyon jól néznek ki ezek a figurák. Itt van mindjárt a motoros rendőrünk. Ugye ez is ilyen jó kis fekete cuccot, bár mondjuk fura, hogy fehér sapkával. Rendőrségi sapka, ugye egy szemüveg, meg egy mosolygó arc, vonás, aztán így ennyi. Úgyhogy érdekes, mert ugye itt azért, hát itt is szemüveg arc, és azért itt egy kis borosta már látható az arcán. Még ugye neki ilyen kis bajusz. Na, de ha már ugye itt a motorosunk, jöjjön hozzá a motorja. Tehát azért mennyire látszik, hogy a 94-es motor még full másmilyen. A kialakítása, a kereke, lámpa. Ugye itt a mostani motoroknál fogod a kormányt rá, csattintod, aztán jó van. Itt meg konkrétan így egybe van az egész motorral, és minimális szinten lehet mozgatni. És ugye itt azért itt is, hogy bele lehet rakni a figurát. Kis rendőrlámpa, kis adóvevő. Most így megnézve. Tehát ezek még így full szabályosan, szimplán elsőre oda lehet tenni rá. Még az újaknál azért elég érdekesen. Na, még azért egész jó gurul. Az képest, hogy 94 óta létezik. Na, és még jó szorulnak az elemei. Ugye tesszük hozzá a motorját, de ugye mint ennek a készletnek is a lényege, ez a robosztusos, hatalmas kamion. Tehát tényleg, ahogy nem ilyen szép csöndbe megy, azért hallani, hogy dübörök, hogy itt jövök, figyeljetek rám, itt én vagyok a legnagyobb. Na de, kezdetben
így lassuk meg közelről ezt a jó kis kamiont. Ugye azért látszik a kialakítás, hogy nagyon más volt akkoriban. Mondjuk kapott ajtót, viszont rendszámtábla helyett egy rendőrség felirat angolul, ugye. A jó kis kémények, még az ilyen, minek nevezik ezt a kamionból, alszanak a kamionsofőrök, mikor megállnak, hol ilyen kis ilyen pihenő rész is van benne. Viszont ami nekem nagyon tetszett ebbe az egyik, hogy itt különböző szirénák, még nem az, hogy egy kék sáv, aztán szavasz, hanem egy ilyen különböző, és a tetőr, na, a tetejének a kialakítása, hogy leszeded róla, fel lehet hajtani. Tehát nem kell leszedni az egész tetőt, hanem simán csak ilyen hajtani, mert akkoriban ezek voltak így a, úgymond, nem is az, hogy menők, csak hanem az ilyen design kialakítások, mert van még egy 90-es készletem, majd azt 90-es években, majd azt megmutatom. Mondjuk annak nem ilyen hajtogatható a teteje, de viszont maga a kialakítása a járműnek hasonló. Csak ez a kamion, ez ilyen, tehát ugye ami volt már a csatornán a rendőr parancsnoki központ, ugye abban látszik az ilyen csőrös Kenworth kamionféle, ez meg ilyen, nem is tudom milyen típus, mert nem ismerem annyira a kamionokat. Viszont maga ez a kialakítás, ugye a hátsó lámpa, oda mehet rá a plató, és maga itt az elején ez a lökhárító, tehát egy ilyen fullos jó kis kamion, benne a kis kormány. Na, nézzük az egység részt, ugye ami nagyon tetszett ebbe, hát ugye itt is vannak ilyen kis kezdet, tehát ugye a mostani terelő táblákhoz képest ez azért még máshogy volt kialakítva, magából az elemekből volt ilyen lábrész, nem pedig ilyen, hogy egybe. Akkor a bóják, ezek is ilyen érdekesek. Viszont ugye ami jó, ugye hogy ilyen mozgatható volt ez a rész, amit ide beleraksz a kamionba. Hát akármerre tud így dülöngélni, meg hogy kanyarodsz vele, nem befolyásolja, mint az újaknál, hogy csak egy sávba áll egyenesen. De ami nagyon tetszett ebbe, ugye a letámasztó rész, hogy fogod, ki lehet hajtani mind a kettő oldalon, és szimplán így letámasztva, és már is stabil lábakon áll a felügyeleti osztag bázisa, és akkor ugye amit még látunk itt, na ezen egy hatalmas felhajtható radar van. Ugye nem olyan kis egyszerű, mint a zújon, hanem ilyen komplett antenna, parabola, mondjuk azért ez itt ez kicsit meghajlott már így az évek alatt, de ezt is így használtam, vettem, de leszámítva ezt, ez a kis hajlás, na mindegy, de nagyon jó ez a készlet, és kapott egy ilyet, ami valami lámpaszerűség lehet. Akkor bánom úgy, hogy ne essen szét, mert tesztelgettem, és állandóan leesett. És így, tehát hogy így bevilágítja az egész helyet. Mert ennek a kamionnál még oldalt kell felhajtani, de mindjárt belenézzünk, csak itt megnézzük még ugye a hátulját. Van egy lehajtható ilyen létrás rész, tehát mint amikor a cirkuszi karavánoknál. Hogy ilyen létrán kell egybe főbattyogni. Na, de nézzük. Fú, igazi időutazás itt bent. Mit látunk ott? Ugye fekete-fehér kézlenyomat. Van ilyen régi fajta radar. Meg ott egy ilyen felső monitor. Ott is van még jó kis kocka számítógép, ugye jó kocka monitorral, billentyűzet, és ráadásul forgószékeket is kapott ez a készlet. Tehát, hogy nem csak így bele van így egy sávba, és akkor bele lehet ültetni a figurát, hanem lehet forgatni is ezeket. Úgyhogy ez eszméletlen jó. És akkor még ezt a részt ugye itt fel lehet hajtani, mert ide kell berakni a motort, de nézzük, mi van még itt. Ugye már sok pár készletben látható volt walkie-talkie,
Hát az nem sokat változott az évek során. Akkor ilyen terelő kis tábla, vagy ilyen megállt parancsoló tábla, mert azok általában ugye már kékkel vannak. Ez pirossal. És ez egy kék lámpa, tehát egy eszméletlen jó készlet. A maga korából. Kipakolva mindennel. És akkor ugye itt ül bent a főnök, vagy nem is tudom, titkos ügynök, vagy hát nem tudom, nem találtam konkrét magyar fordítást, mondom Google fordítóba, felügyeleti osztag. Tehát nem értem, hogy nem ide felügyelnek, mert ugye, hát ugye nem parancsnoki központ. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fullos készlet. Egyedi figurákkal, kamion, minden. Képes itt mindent így megfigyelni. Úgyhogy ennyi lett volna ez a set bemutató. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videóm. Sziasztok!